Köszöntelek benneteket! A tegnapi nap folyamán szinte telet megszégyenítő módon ömlött a hó északkeleten, ahogy ezt a mögöttem látható fotón is megfigyelhetitek. Egyes részeken 5 cm-t meghaladó, sőt volt, ahol 10 cm körüli olvadozó hóréteg is kialakult. A helyzet azonban változni fog, viszont csak lassú ütemben. A tegnap északkelet felől fölénk csavarodó légörvény az még továbbra is itt van felettünk, és igazából itt is marad, annyi lesz a különbség, hogy egyre inkább gyengülni fog felettünk, így tehát az általa lefedett területen fokozatosan szakadozni fog a felhőzet, a csapadék hajlamos csökken, és ahogy láthatjátok is, napról napra melegszik az idő, húsvét hétfőn már az átlagos körüli maximumokra számíthatunk. Ez a tendencia egyébként egészen keddig lesz jellemző, ugyanis akkor érkezik majd egy újabb hidegfront. Az előttünk álló éjszaka folyamán többnyire borult lesz az ég, és a csapadék az pedig egyre inkább az északnyugati részek fölé koncentrálódik. Itt előfordulhat még továbbra is eső, havas eső, sőt intenzívebb csapadék tevékenység esetén havazás is lehet. A minimum értékek egyébként többnyire pozitív tartományban alakulnak, viszont az északkeleti-keleti részeken továbbra is előfordulhat fagy, sőt északkeleten a hóval borított részeken, hogyha egy kicsit szakadozottabbá válik a felhőzet, akkor akár erősebben is lehűlhet a levegő. Aztán holnap napközben is még a nap nagy részében sok maradt felettünk a felhőzet, és a maihoz hasonló módon holnap is lehet számítani többnyire gyenge intenzitású csapadékra. Legnagyobb esély egyébként erre a Dunántúlon van, és egyre inkább az eső válik majd a jellemzővé. A nap második felében, a délutáni, késő délutáni órákban pedig északkeleten határozottabban elkezd felszakadni a felhőzet, naposabbra fordul az idő, így a holnapi nap folyamán már itt északkeleten mérhetjük a magasabb hőmérsékleteket. A következő napokban, tehát húsvét alatt pedig napról napra tovább melegszik az idő, hétfőn már az ország nagy részén 10 fok fölött alakulnak a csúcsértékek, mindemellett egyre több napsütésre számíthatunk, és egyre kisebb eséllyel fordulhat majd elő csapadék. Mindemellett pedig a szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, az éjszakák azonban még továbbra is hűvösek lesznek, gyenge fagy, talajmenti fagy az még mindig előfordulhat. Aztán kedden naposan indul a nap, viszont a nap második felében északnyugat felől megérkezik a hidegfront, emiatt felhősödésre számíthatunk, a csapadék hajlam is növekszik majd. A front mögött egyébként lényeges lehűlés az nem lesz, viszont a szél az ismételten nagy területen megerősödik majd. Én ezzel szeretném is megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Én további szép napot, szép hétvégét kívánok nektek, és boldog húsvéti ünnepeket. Sziasztok!